Református palota. A református egyház az épület megtervezésére 1909-ben kérte fel a magyar Gaudit, azaz Magyar Edét, a korszak egyik meghatározó építészét. Magyar Ede nevét jó részt csak a szegediek ismerik, pedig munkái alapján Európa legnagyobbjai közt kellene emlegetni. Kevesebb figyelmet kapott a magyar építészet történetben, melynek oka, hogy nem tartozott a korabeli építőművészek tanítványi köreinek egyikéhez sem. Vidéki építőmester volt, nem Budapesten alkotott. Építészeti alkotókészségét, művészetét autodidakta módon szerezte meg. Elméleti tudását külföldi folyóiratokból gyarapította, többször tett utazásokat Nyugat-Európa művészeti központjaiba, Bécsbe, Párizsba és Brüsszelbe. Rövid munkássága tragikus körülmények közt 35 éves korában ért véget. A három emeletes református palota ötszögű telken épült, az épületszárnyak középen terecskét zárt udvart karolnak át. Magyar Ede két egymástól V alakban távolodó három emeletes szecessziós jegyeket hordozó épülettömböt tervezett. A palota szecessziós homlokzata kellemes látvány a szemnek, főleg a napfényben tündöklő színes mozaik díszítése. Az egyik a szántásvetés, a másik az aratás misztériumát idézi meg. A szecessziós karakter jellegzetes jegyei a stukkó díszeken is megfigyelhető. Az udvar nyitott, és megcsodálhatjuk az erkély vaskorlátjainak méves eleganciáját. Az emeleteken átvezetett ívek, a széles öv, a szeszélyes vonalvezetésű koronázó párkány és változatos ablakformák, erkélyek tagolják az utcai homlokzatot. Az 1911-ben elkészült református palota eredeti szerepköre az volt, hogy a benne található lakások mellett otthont adjon a református népiskolának, illetve a Calvin téri református egyházközség parókiájának. A palota előtti téren sokáig borpiac és gyékénypiac működött.